Ajándékozz meg engem, ha a délvidéken adtál férjhez, akkor adj nekem forrásokat is. És neki adta Káleb a felső forrásokat, meg az alsó forrásokat. A honfoglaló harcok során a nemzetség feje Káleb nyerte el Hebront, a hatalmas várost. Amikor lánya Aksza férjhez ment, férjével kopár, száraz területen laktak. Ezért kérte apjától, hogy adja nekik a Hebronhoz közeleső forrásokat. Káleb örömmel nekik ajándékozta a forrásokat, azt adta nekik, amire a legnagyobb szükségük volt a nehéz helyen. Nem minden szülő ilyen önzetlen, mint Káleb. Nem elég csak anyagiakat adni, hanem lelkieket is kell. Nagy hibát követel az a szülő, aki gyermekei lelkével nem törődik, hanem vezeti el őket az egyetlen forráshoz, ami a Golgotai kereszt alatt található. Ott vagy a családoddal együtt a forrásnál. A Bibliában ezt a bátorítást találjuk. S örömmel merítek vizet a szabadító kút fejéből. Ézsaiás 12.3.